Üdvözlöm Önöket ismételten. Most egy vitelezés lett elindítva, mert a streamen mindig felkapcsolódott. És akkor itten is legyen a téma. Újabban nagyon sokan el vannak keveredve vele, hogy mennyire jó ez a szetőgépben a processzorok. Intel vagy AMD. AMD vagy Intel. És akkor itt vannak ilyen szériák, van ez az AMD. Nézzük ilyen régebbi verziókat. Például Sepron 2800-as. Jó régen volt. Má. És itt van, hogy van ilyesmi, hogy 3D technológia, 3D NOV, meg van ez a streaming MSMD Extension. Hogy ez van a... Nézzünk egy Intelt. Á, 7000. 300, talán van ilyesmi. Hasonlítanak egymáshoz, mert kötöttek egy pár szerződést, hogy egyformán átbírják másolni a két darab processzort. Az annyi tesz ki a valóságban, hogy a mind a kettő ugyanaz szinte tud, mint a másik egy. Itt vannak ezek az extensionök, itt van az az MMX Extrusion, meg SSL Streamen CMD 2008-as processzor. De ez meg 2007-es vagy 2006-os. Látomat. És itt még nincsen a MMX Instruction. Itt is van, meg nem itt is van. Mind a kettő van, helyebb van. SSL Streaming. Mi is ez a 3D NOV technológia benne? Most hát egy újabb verzió. Ez a összehasonlítás. Izgalmas legyen. Háromszázas, ha egyáltalán van ilyesmi. Egy kicsit régebbi modell. Jóva. A lényeg neki, hogy szinte ugyanaz van benne, ugyanazok a extensionek, ilyen programozások. Régebbi verziónál volt saját fejlesztésű AMD-nek ilyen 3D NOV része, ami el lett tüntetve, helyette átmásolták az Intelt,
ugyanaz van, mint az Intelpe. Szégyen, gyalázod az egész. Jön a másik. Újabb verszió. Elkezdett az AMD másolni le. Ugyanazok vannak benne. Ugyanaz, mind a kettő. Semmi különbség nincsen a kettő processzor között. Az egyik Intel, a másik meg AMD. Remásolta az Intel, az AMD, az AMD meg remásolta az Intelt. Kötöttek szépen a szerződést még 2006-ban vagy 2015-ben, úgy kb. Lejárt a régi, és egy nyugodtan lemásolják egymást. Ugye valóságban mind a kettő processzor ugyanannyit tud. Az egymásra kompatibilisek volnának. Most semmi, jóformán semmi különbség nincs közöttük. Az egyik AMD, a másik meg Intel. Akkor itt van ez a régi technológiájuk, ez a 3D, NOV, meg a X-Station, meg ez a SSL streaming. Ezek ki lettek szedve. Egyszerűen kidobták. Ez olyan, hogy AMD saját fejlesztésű volt. Nekük helyette beraktak ilyen vacak AVX-et. 10 éven át fejlesztették, vagy 11 éven át, aztán megfogták és kidobták. Jóval felettebb, mint az SSL streaming. S-Station-ök voltak, 21 parancsal többet tudott. Ez ott már a különbség régebben. A kettő között, hogy nem volt ez a... ...három D-sek. Itt vannak az utolsó 3D-sek, amik még NOV-ot S-Station támogatták. Ez az AMD A83807 volt. A8. Itt is van, hogy mit is csinált az az AMD. Mit művelt? Itt van, mi is történt. Az történt, hogy a következő modellba lemásolta az Intelt. Hogy a saját újításait, amit 11 éven át fejlesztett, kidobta, helyette lemásolta az Inteltől. Ugyanaz csinálja még a mai napig, hogy másolja le, és most komolyan minek vegyek AMD-t vagy Intelt, mind a kettő lemásolta. Amilyen van egy FM2-es, az olyában ugyanannyit tud, mint egy Intel processzor. És jobb benne a beépített grafikus kártya. Ugyanaz, mint a kettő. Mi van? Megegyeznek az Intellel. Itt mindent lemásoltak. Itt van az a régi, még volt az a 3D NOV technológiájuk. Felezgettek.
12 éven át, megfogták és kidobták. Helyette bemásolták az Intelnek az AVX vektorokat. Nagyon fontos volt számukra. Aztán, jó, de jók vagyunk. Vegyétek, mint az. Van ilyen grafikus kártyák, vagy... Nem, a követ van Ryzen-ne. Támogatja az AVX-et. Nem úgy, mint a... másik. Többi. Itt van a 3D FX Forever. Ezek a GeForce-ok. Még ezt a... vagy nem. Hogy feleslegesen lett lemásolva. Lemásolt a másik. Jártót. És ő egy jó nagy vacak processzor szériát gyártott le. Ami következtek azután. Mindegyik ócska volt. Nem hatta meg a saját fejlesztéseit, hanem helyette lemásolta az Intelét. Valami oknál fogva. Amikor sokkal jobb a teljesítményileg a 3D NOV, mint az Intel-től másolt AVX teljesítménye. Hülye cég, ami lemásolta a másikét. Így jártak. És végeredményük lett egy vacak processzor. És a vackot még megvettem. Nagy gondolkodás kellett hozzá. Így jár, aki nem gondolkozik előre. Sokkal jobb volt a régi fejlesztésük, mint az új. Újak. Netán valaki értené az ábrákat. Sokkal gyorsabb is volt. Régebbi, mint az újabb vacak. Hát rossz étel volt. És akkor itt volt ez a másikra. Jobban jártam volna, hogyha vettem volna egy FX-et. FX 6300-as. Ezzel is gondolkoztam. Mégis egy vacak FMA 2-eset vettem. Mi nagy rakat. Szar. Szar sem ér. Át itt sem jó. Lett volna. Itt is lemásolta az Intelnek a vackait. És odáig voltak jó, de jó, az AMD olyan lett, mint az Intel. Hát, egy nagy vacak szar az egész. Egész végig az Intelnek a fejlesztéseit van. Kihasználva, melyik a, talán ez a AMD. Ahol AMD van írva, az az AMD. A többi mind-mind másolt az Intelnek. Máskor meg több volt a sajátjuk, mint az Intelnek. Egyszerűen nem másolták. Annyi eszük volt. És mindenkinek Ryzen-t kell venniük. Ezek a régi... régiek verik még a... az FMA 2-eseket. Jobba teljesít a régebbi. Rövidebb idő alatt csinálja meg a alasztat.
ez van. Szerintem érdemes ilyen vackokat, Intel másolatokat megvenni, mert ugyanolyan vacak szal lett, mint az Intelé. Így lehetett járni. Vagy ezek a régebbi AMD-k. Ott van. XP. Ami vannak! Itt vannak. Olyan nagyon fontosak lennének. Még a drága gyártó cég, még a saját technikókáit lett berakva még. Ez a 3D NOV Streaming MMSX Instruction Extrusion to MMX. AMD felesztette ki azt a vagy az Intel, nem lehet tudni melyik felesztik ki a kettő ki. Az AMD-nek a legnagyobb felesztése volt ez a 3D NOV. Meg az AMD hozzáadott valami MMSX settingeket. Ez volt a saját felesztése az AMD-nek, amit sajnos kidobott a processzoraiból, helyette átváltott a az Intelnek az AVX-es vacak technológiájára. Szerintem azért van a grafikus kártya, hogy azt számolgassa ki a vektorokat, nem pedig a processzornak számolgassa ki, mi a fejének a processzor, más műveleteket kellene végeznie neki. Sittem. Mi megvannak, az újabbakba meg már nincsen meg. És lehet látni azt, hogy itt van, az újba meg nincsen. Ebből az a tanulság, le kell vonni, hogy nem érdemes megvenni ezt a mostanság az újabb processzorokat, mindegy kettő egymást másolja, kötöttek régebben szerződést, mind a kettő ugyanaz a valóságban. Az egyikben több a, kicsit olcsóbb, mint a másik, ugyanaz, mind a kettő. Hogy fölösleges válaszani, mind a kettő ugyanazt a szintet tudja. Régebbiek másabbak voltak, sokkal másabb volt. Volt benne saját fejlesztésük, most meg ugyanaz, mint a szintelnek, ami vannak. Ezért nem kell venni ilyen facak Ryzeneket. Sosem a videónak a lényege, melyet is lett csinálva, kb. Ilyen 20 perce. Remélhetően meg lett értve az, hogy fölösleges újabb mikroprocesszorok. Egyszer érték azt a szintet, hogy újítások voltak, aztán lejjebb vitték rögtön. Mert az Intel-el kötöttek szerződést, ócskábbak lettek, mint voltak. Minek? Kell olcsóban adni, jó drágában. Ez így szokott lenni. Tiszta üzlet az egész. Nem pedig ilyen újabban. Vegyél Ryzen-re, mit nem tudom milyen vackokat. Nem érim meg. Helyette megéri ilyen. De talán, aki gondolkozzék ilyen ARM-es processzorokat, vagy mikrokontrollereket, annak is olyan értéke van, mint ennek a vacak Intel klónoknak, meg másolatok, mit nem tudom miknek. Ilyen TV-boxok, kis alacsony pénzre lehet venni. Médiaboxokat, jó sok mindent lehet rajta csinálni. Média,
Android Box vagy IF TV. Boxok! Itt van az is. 3000 dinárba kerül. Ez valami. Üzlete van engedve. Ezt Kínából hozzák át. Van benne quad-kóros processzor, wifi, minden lehet rárakni. Eléggé gyenge modell ez. Nem éri meg. Hát itt. Már viszont eladó, de Kínából lehet jobban, olcsóban megrendelni. Ezeket. Vannak ilyen kis boxok. Android 9-es, Netflix. AV. Ez is többet tud, mint maga a ilyen processzornak az ára. Fele annyiba kerül.